Az életének 85. évében 2017. június 30-án elhunyt Bence Lászlóné dr. Mező Judit néprajzkutatóra emlékeztek a Bihari Múzeum Tudástár rendezvényén, ahol hangfelvételek és mozgóképek mellett néptánccal és népdallal is megidézték életének egy-egy pillanatát. Biharban nincs olyan népdal szerető ember, aki ne ismerné Bence Lászlóné dr. Mező Judit nevét. Ahogy egy kutató megfogalmazta, népdal szempontjából körülgyűjtötték Bihart, de bele senki nem ment. Hát Jutka néni ezt törte meg, 1974-ben és 75-ben gyűjtött itt Berettyóújfalu és a környező településein népdalokat. Berettyóújfalu városi tanács segítségével, illetve a Berettyóújfalu Művelődési Ház közreműködésével. A bihari népdalok Szivárványos az ég alja címmel jelent meg 1978-ban, és a 21. században pedig újra reneszánsza lett, hiszen Balog Sándor a Dialekton kiadó gondozásában az eredeti gyűjtésben először egy CD-t jelentetett meg, Fellegzik az idő címmel, és ezután pedig Hallottátok hírét, hírit, bihariasan, Hallottátok hírit címmel jelent meg egy újabb korong, szintén az eredeti gyűjtésekből. Harmadik lemez is született, ez viszont Vetettem Violát címmel, már az azonos című kötettel együtt jelent meg. Ez a kötet mindhárom lemeznek az hangzóanyagát tartalmazza leírt formában. Ezt a kötetet Jutka néni maga gondozta. Balog Sándor újra lejegyezte a kötetet, és Jutka néni lektorálta. Jutka néni élete utolsó pillanatáig dolgozott, ha lehet így mondani, hiszen 2017 májusába került be nyomdába a Lóra Csikós Lóra című gyűjtemény, ami a 1972-es Püspökladányi Aladányi Torony tetejében című kötetnek egy bővített változata, hiszen a sáréti és hortobágyi népdalokat Jutka néni kiegészítette hajdúsági népdalokkal is, és ugyanolyan elegáns kötetben jelent meg, mint pár évvel ezelőtt a Vetettem Violát. Sajnos ezt már nem vehette kezébe Jutka néni, ezt a kötetet, így most a bemutató helyett emlékezünk rá. A szeghalmi sárét népdalkör citerásainak előadásában elevenedtek meg népzenei részletek, dalcsokrok. Bence Lászlóné emlékét és munkájának egészét az ő hagyatékából létrejött Csökmői Örökségünk házában létrehozott Sáréti Népzene és Néptánc Archívum is őrzi.
nagyon fontos így elmondani, hogy Jutka nénivel folyamatosan kapcsolatban voltunk. Én idestova 20 éve, hiszen 20 éve vagyok a Szekhalmi Sárét Népdalkör tagja, és én Csökmőről származom, és mind Szekhalmon, mind Csökmőn gyűjtött népdalokat, és az a 70-es évekbeli gyűjtésében volt ez benne. Ezeket a dalokat azóta is folyamatosan tanítjuk, előadjuk, vagyis öregbítjük a helységeknek a hírnevét, és Jutka néni volt olyan kedves, így a sok éves ismeretség után, hogy a népzené hagyatékát azt rám bízta, és ebből a hagyatékból, és Mahovics Tamás néptánckutatónak a táncos kutatásaiból létrehoztuk Csökmőn az örökségünk házában a Sárréti Népzene és Néptánc Archívumot, ami egy folyamatosan bővülő archívum, azért bővül, hiszen Jutka néni elmondása alapján is az ő hagyatékát még feldolgozzuk, az egy egész ember höltőt igényel, úgyhogy ez folyamatos munkával zajlik. Ennek az eredményeképpen jött létre például ez a Lóra Csikós Lóra című kötet, hiszen a kötetben nagyon sok olyan fotó, hangzóanyag és kotta szerepel, ami már nálunk az archívumban van elhelyezve, úgyhogy közösen dolgoztunk ezen a köteten. Igazából ez egy régi épület Csökmő központjában, ahol helytörténeti kiállítás is található, katonai gyűjtemény, és ott egy szobában kapott helyet Jutka néninek a gyűjteménye, vagyis ez a néptánc archívum, és igazából ez egy kutatható archívum. A eredeti támlapoknak, fotóknak, hangzóanyagoknak a digitalizált változata nálam található meg, vagyis hogyha valaki akár szeretne szakdolgozathoz segítséget kérni, szeretne valamilyen kötethez ebből az anyagból, akkor engem kell, hogy keressen. Jutka néninek a gyűjtő területéről, vagyis egészen Szekhalomtól a Hortobágyig mindenki, minden egyes adatközlőtől vannak nagyon sok szép jó felvétel, és Balog Sándor, aki ezt a CD-t és ezt a kötetet szintén hát ő adta ki, és Jutka néni segítségével gondozták ezt a kötetet. A digitalizálásunk után ő még tisztított ezeken a felvételeket, úgyhogy sokkal élvezhető módon hallgathatják meg az érdeklődők. És ma már szó volt arról, hogy nem csak halljuk akár CD-n, vagy látjuk filmkockákon, hanem élőben is meg fog jelenni, és meg is kell jelenjen néptánc is, és népzene is. Igen, ez egy nagyon furcsa véletlen folyamán. Előkerültek Szekhalomról 1956-os néptánc felvételek, néptáncgyűjtés felvételei, ami szintén Jutka néni nevéhez fűződik. Talált egy 101 éves gulyást Szekhalmon 1956-ban, akihez kiment gyűjteni, és ha már kiment gyűjteni, akkor magával vitte a néptánckutató ismerősét, barátját, kollégáját, Vadasi Tibort és Mász Lászlót, és együtt gyűjtötték ezeket a szekhalmi táncokat. Mind a cigánytelepre kimentek, mind pedig az iskola udvarán a paraszti táncot felgyűjtötték, és igazából Tamással együtt dolgozva elevenítjük fel ezt a korszakot, hiszen a tánc, az ének, a zene az mind-mind összetartozik. Azokra a dallamokra, amiket Jutka néni gyűjtött, most meg fog jelenni az a tánc, amit akkoriban gyűjtöttek még néma felvételen.
Mahovics Tamás a népművészet ifjú mestere és párja Kovács Anna néptáncosok mellett Turzó Boglárka népdalénekes előadásával vált teljessé a délután. Tegyél vasat a kutyára, jobb kezire, bal lábára. Fehér Anna meghallotta, hogy a bátya be van fogva. Bátyám, bátyám, Fehér László, kiten most a bíró? Itt a bíró Horváth Lajkó, az a